A Sóház következik, újabb városrészben folytatódik a Zöldváros program. Online értékesítés, sikeres a DKV mobiljegy konstrukciója. 6-3 a jégen, a vendégek nyerték a Deac Ferencváros rangadót. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója a napszemle. Január 26-a kedd van, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Újabb állomásához érkezett a Zöldváros program Debrecenben. A Sóház városrészben is megkezdődött a munka. A zöld területek megújítása és a parkosítás mellett új játszótér és kondipark is épül. A programon belül 10 városrészben, főként lakótelepeken teszik komfortosabbá az ott élők környezetét. Flexel vágják szét a régi szőnyegporolót, elkezdődött a munka a Sóház városrészben is. Jelenleg a Hajnal utcánál dolgoznak a munkások. 50 új fát ültetnek majd, és rendbe teszik a meglévő növényzetet. Parkosítanak, és ahogy a látványterveken is látszik, épül egy új játszótér és egy kondipark is. Összesen 16 000 négyzetméter újul meg. A városrész önkormányzati képviselője azt mondta, a beruházással az itt lakók életkörülményei válnak komfortosabbá. Nagyon szeretnénk, hogyha valódi közösségi térként szolgálnának, és az itt élő fiatalok, gyermekek igénybe vennék ezt találkozásaikra is, nem csak játékra, illetve sportolásra és az egészséges életmódjuk megőrzésére. Balázs Ákos alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy a Zöldváros program keretében 500 000 négyzetméter újul meg Debrecenben. A város vezetése fontosnak tartja, hogy minél több zöld környezet vegye körbe az itt élőket, és olyan közösségi tereket alakítsanak ki, ahol a debreceniek igazán otthon érezhetik magukat. Hogyha végére érünk ennek a programnak, 10 városrészt érintően fog a Zöldváros program különböző fejlesztéseket, beavatkozásokat, új zöld területeket létrehozni, és ebből 9 olyan terület, ahol lakótelepi környezetben élnek az emberek Debrecenben, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Zöldváros program nekik segítsen. Pósán László országgyűlési képviselő kiemelte, a környezet védelméről nem beszélni, hanem azért tenni kell. A politikus hozzátette, a fényes udvar mellett a Sóház város részbe is egyre több fiatal család költözik, akik fontosnak tartják környezetük megóvását. Hogyha a város ide tud segítkezet nyújtani, hogy a környezet megújuljon, az azt is jelenti, hogy az itt lakók számára is egy nagyon fontos követendő minta lesz, és még jobban oda fognak figyelni ők is a környezetükre, és így együttesen tudjuk Debrecen szebbé tenni, otthonosabbá tenni. A tervek szerint még idén elkezdődhet az új kertben, a Tócus kertben és a Petőfi téren is a Zöldváros program megvalósítása. Sikeres a mobiljegy Debrecenben. A DKV október óta már több mint 12 000 szelvényt értékesített a Nemzeti Mobilfizetési ZRT applikációján keresztül. Többen kipróbálták az év elején bevezetett időalapú jegyet is. Ebből már csaknem 1000 fogyott. Barcsa Lajos alpolgármester híradónknak úgy fogalmazott, a fenntartható közlekedés érdekében fontos, hogy nyisson a város a fiatalok felé. Nagy volt a forgalom a belvárosban, kedden napközben is sokan szálltak buszra, villamosra. Népszerű a havi bérlet, és találkoztunk olyan utassal is, aki tavasz óta kizárólag online váltja meg szelvényét. Én nagyon szeretem, mert sokkal gyorsabb, nem kell sorban állnom, főleg most a vírushelyzet miatt. Én nagyon szeretem, praktikus. Októbertől már közlekedési mobiljegy is vásárolható, ezeket elővételben online fizetéssel a Nemzeti Mobilfizetési ZRT applikációján keresztül lehet megvenni. A DKV járatain tavaly kaptak helyet ezek a QR kódok, amelyeken a jegyeket érvényesíteni lehet a telefonunk segítségével. Hallottam már róla, még nem használtam, kivéve ugye még korábban voltak az online bérletek. Bérletet mindig online szoktam venni, de egyébként ez a sima menetjegy is, hát szerintem egy nagyon jó ötlet, annyi, hogyha nagyon rohanunk, akkor úgy nehéz keresgélni, hogy akkor hol van a QR kód ugye a beolvasáshoz. Október óta több mint 12 000 mobiljegyet értékesített a DKV ZRT az applikáción keresztül. Emellett januártól időalapú, egy órás utazásra jogosító jegyet is vehetnek az utasok. Ebből csak nem 1000 fogyott. A város a fenntartható közlekedés kialakításában érdekelt, azért, hogy a jövőben ne legyenek zsúfoltak a debreceni utak.
Azt gondolom, hogy a DKV ZRT-nek és a városnak az a célja, hogy nyisson a fiatal utazó közönség irányába is, hiszen fenntartható közlekedés nem létezik jól működő tömegközlekedés nélkül, és a fiatalokat is be kell vonni abba, hogy minél többen használják a közösségi közlekedést. A szolgáltatás készpénzmentes és csökkenti a vírusfertőzés kockázatát is. A közlekedési vállalat és a város ezért arra kéri az utazókat, hogy aki teheti, ezt a biztonságosabb lehetőséget válassza. A napokban kapják kézhez a diákok a félévi bizonyítványt. A pszichológus szerint a kisiskolások elsősorban szüleiknek akarnak megfelelni, ezért nem szabad túl magas, esetleg irreális elvárásokat támasztani feléjük. Ha ugyanis az elvárt szint alatt teljesítenek, az könnyen szorongást okozhat, ami még felnőtt korukban is okozhat gondot nekik. Segítek? Két tag? Így van, hogyan írjuk? A szájmaszk sem akadályozza az interaktív órát. A fél évet a pandémia ellenére is sikeresen zárták a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskolában. Ebben a fél évben nem volt jelentős időtartamra rendelve a karantén. Egy napra kellett egy osztálynak hazamennie, de ez a fél év utolsó tanítási napja volt. Tehát gyakorlatilag az úgynevezett jelenléti oktatásban tudtuk teljesíteni a tervünket erre a fél évre nézve, és el kell, hogy mondjam, hogy a pandémiás helyzet ellenére jó hangulat uralkodott az iskolában. Angol óra a nyolcadikosoknál. Nekik most különösen fontos volt a jó félévi bizonyítvány. A jegyek ugyanis beszámítanak a felvételibe. A felkészülést nehezítette a járvány. Tavaly hetekig tanultak otthon digitális tanrend szerint. Emiatt nagyon sok anyaggal le voltunk maradva, de szerintem sikerült behozni ezeket, hogy a felvételire össze tudjuk szedni magunkat. Kinek akartál egyébként bizonyítani a félévi bizonyítványa, magadnak vagy a szülőknek? Teljes mértékben magamnak, és a szüleim csak támogattak mindenben, mint ahogy a középiskola választásban is. Vannak azonban olyanok is, akik félnek hazamenni a félévi bizonyítvánnyal, mert félnek a szülők reakciójától. Ha túl nagy a különbség a gyermek teljesítménye és az elvárás között, akkor kialakulhat bennük a kudarc kerülő magatartás. Ez akár felnőtt korukig is elkísérheti őket. Erről beszélt Tusori Eszter pszichológus Esti Közelkép című műsorunkban. Tipikusan láthatunk olyan felnőtteket is, akikben mondjuk sokkal több lenne, sokkal nagyobb képességeket birtokolnak, viszont nem mennek beleállni egy olyan szituációba, mert úgy vannak vele, olyan hiedelmeik vannak, hogy én úgyse tudom ezt megugrani, én úgyse tudom ezt megcsinálni. És nagyon sokszor hiába tudják, hogy pedig képesek lennének rá, mégse fogják megpróbálni. A pszichológus azt tanácsolja, hogy dicsérjük a gyermek jó teljesítményét, és ne a hiányosságokat erősítsük bennük. Hármas ikrek születtek Hortobágyon, ezúttal a magyar merino állomány gazdagodott egyszerre ennyi kis báránnyal. Mindannyian egészségesek és gyorsan gyarapodnak. Érkezésük azért szenzáció, mert a birkáknál ritka a többes ikerellés. Két gyerke, egy kos, valamennyien hófehérek és egészségesek. Az egyik hortobágyi téli szálláson látták meg a napvilágot a merino hármas ikrek. Érkezésük nagy meglepetés volt, mert a többes siker a birkáknál olyan ritka, mint az embereknél. Egy ilyen ellés megviseli az anyaállatot és a bárányokat is, de most mindannyian jól vannak. Ez az anyukának az ötödik ellése, hát volt már neki ikerellése is, ahogy láttam a papírjait, de ez az első, amikor három született neki. Hát megvannak a kis bárányok, szoknak, fel fognak nőni, biztos vagyok benne. A mostani szezonban minden tizedik ellés lett iker, de hármas iker egyenlőre csak ez az egy van a pusztában. A Hortobágyi Természetvédelmi és Gémmegőrző Nonprofit Kft.-nél az idei a harmadik év, hogy magyar merino bárányok is születnek. A cég a védett rackák mellett azért kezdett a veszélyeztetett merinóval is foglalkozni, hogy megőrizzék és szaporítsák ezt a fajtát is. Ez is egy könnyen ellő fajta, túl sok emberi segítséget ők sem igényelnek. A bárányok erősek és hamar lábra állnak, követelik az anyatejet, mint hogy azt lehet is hallani a háttérzajokból. A bárányok a következő hónapokban a téli szállásokon erősödnek április végén, ahogy a védett racka, úgy a veszélyeztetett magyar merinó nyájat is kihajtják majd a legelőkre.
Második félidei jó teljesítményével nyert a Deac férfi kosárlabda csapata hétfőn az Alakerámia ZT-je ellen. Az NB1-es A-csoportos bajnokságban sorozatban ez volt a debreceniek negyedik győzelme. Álmosan kezdtek a hazaiak és csak nehezen lendültek játékba. A kiesés elől menekülő kékmezes zalaegerszegiek viszont bátran kosárlabdáztak, és a félidőben két pontos előnnyel vonultak az öltözőbe. A szünet után viszont más ritmusban játszott a Deac. Feljavult a csapat védekezése, és pontosabbak voltak a dobások is. A záró negyedben jobban koncentráltak a házigazdák, és a Debrecen végül 81-72-re nyert. Ezzel a bajnoki győzelemmel biztosította helyét a Deac a Magyar Kupa 8-as döntőjében. Gratulálok a csapatomnak, ez egy fontos győzelem volt számunkra. Megpróbáljuk élvezni ezt a győzelmet és tanulni a hibáinkból, hiszen nehezen kezdődött számunkra a mérkőzést, viszont jól fejeztük be, hál' Istennek. Későn ébredt, így 3 gólos vereséget szenvedett a Deac jégkorong csapata az Erste Liga csúcsrangadóján. A második helyen álló debreceniek a listavezető Ferencvárost fogadták. Az FTC az első kétharmadban esélyt sem adott a hazaiaknak, akiknek a végén csak a szépítésre futotta. Ferencvárosi akciókkal kezdődött a mérkőzés, a vendégek mezőnyfülénye 7 perc után góllá is érett. A harmad végén megduplázták előnyüket a fővárosiak. Tóth Adrián közelről vette be Hetényi kapuját. A második játékrészben tovább növelte előnyét a dinamikusan játszó FTC. Előbb az egykori Deac játékos Sági Martin volt eredményes, a harmad végén pedig Somogyi Balázs is beköszönt. Ma nem volt velünk az erő. Az elmúlt 6 napban 4 nagyon kemény mérkőzést játszottunk a Gyergyó, a Brassó és a Csíkszereda ellen, és mára elfogytunk, pont a bajnokság talán legerősebb csapata ellen. Az első 2/3-ban a Fradi fantasztikusan játszott. A záró harmadra viszont nagyon büszke vagyok, mert nem adtuk fel, mondta a vezetőedző. A záró harmad elején megszületett az 5. vendégtalálat, és ekkor úgy tűnt, eldőlt a találkozó. A Deac azonban megrázta magát, és 8 perc alatt 3-szor talált be. A gólgyártást a cseh Piszárzsik kezdte, majd honfitársa Novotny is meglőtte a saját gólját. Kisvártatva isvéd Piszárzsik volt eredményes. Az utolsó percekben a hazaiak a kapust lehozva támadtak, de egy korongvesztés után a Fradi kihasználta a lehetőséget, és eldöntötte a mérkőzést. A Debrecen hajtott, hogy visszajön, és a végén azért majdnem meleg is lett a pite, de szerencsére nem égett oda, be tudtunk találni, ugye még üres kapuba, és ez elég volt a győzelemhez, vagy ha mondhatom így, volt annyi előnyünk, hogy ne tudjon a Debrecen a végén visszajönni. A Deac csütörtökön a Brassó otthonában folytatja a bajnokságot. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!